Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most megtekintjük azt, mit kellene lezárni és hogyan tovább. Ezúttal megtekintjük először a te jelenlegi helyzetedet, miről kellene elgondolkoznod. Ezt mutatják a kártyák ott fent, bal oldalon. Ez a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is, és ez a katonatiszt egy hivatalos dologra. Viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Ez a katona jelenthet támadásokat is, amikor védeni kell magadat. És ez a kontaktus, vagy ez a szituáción befejeződik, mert a koporsó erre utal. Tehát véget érnek ezek a hivatalos dolgok, vagy ezek a támadások. És a harmadik képen már ott látható a szerencse. Tehát szerencséd van, vagy szerencséd lesz a közeljövőben. És mi várható még nálad? Ezt mutatják a következő kártyák. Te benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami még átláthatatlan. Ez lehet a párkapcsolat, vagy egy hivatalos ügy, utalhat a munkádra is, és ezt jelenti az első kártya, ez a felhő. Ez a kártya egy időkártya, mégpedig fél évet jelent, a múltat is, meg a jövőt is. Gondolj vissza arra, mi történt nálad fél évvel ezelőtt, mert valaki visszatér hozzád, vagy az, amit akkor átéltél, az most megismétlődik, és erre utal a gyűrű is, mert a gyűrű jelenti ezt a visszatérő eseményt, vagy egy bizonyos személyt, akitől most hírt kapsz, erre utal ez a levél. Ez a levél lehet szerződés is, és a gyűrű szintén jelenthet szerződéseket. De mivel ott van a felhő, jelenleg ez még minden olyan átláthatatlan, vagy a felhő utal a jövőre, hogy fél éven belül lesz itt valamilyen szerződés. Ez a gyűrű lehet egy eljegyzés is, vagy egy házasságnak a tervezése, és ez úgy fél év múlva kialakul. Amit még ez a gyűrű jelenthet, hogy ő még nős, megvan itt papíron még minden, de a párkapcsolatában még minden olyan átláthatatlan, olyan bizonytalan. És most megtekintjük az ő kártyáit, mi várható nála a közeljövőben. Az első képen látható kard arra utal, hogy ő kezébe veszi a dolgokat. Átteszi magát a félelmeken, és fontos döntést fog hozni. A következő kártyán a halál látható. Ez lehet egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, ahol anyagiakról van szó, ahogy a harmadik kártya mutatja, de nem kell félni ettől a kártyától, hiszen ennek szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli, hogy ő most lezár véglegesen valamit, és indít egy új utat, ez az arany út. Ez, ami számára fontos, ez a sors útja, és ő most előre tekint, elgondolkozik azon, hogyan tovább, és jó úton van. Ez az út értékes számára, hiszen ott van ez az arany érem. Amit ez az arany érem még jelent, a föld elemét. És mivel a föld eleme szimbolizálja a reális dolgokat, ez arra utal, hogy ezek nem csak gondolatok, tervek vagy ötletek, hanem ezt ő megvalósítja. Amit még ez az arany érem jelent, hogy te értékes vagy számára. Ő szeretne téged birtokába venni, és itt lesz egy közös életút.
Az utolsó képen látható ez a fiatal férfi, a kezében van ez a bot, ami utal a tűz elemére, az jelenti az ő bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket is, de nem sieti el a dolgokat. A következő kártya arra utal, hogy mi köt össze benneteket. Ami összeköt benneteket, azt mutatja a fő papnő. Az lehet egy közös érdeklődés, vagy egy közös munka a spirituális területen, de amit ez a fő papnő őriz, a titkok könyvét, a sorsok könyvét, ezt az Akasa krónikát, ahol a sors utak meg vannak írva. És ebben a könyvben az áll, hogy ti összetartoztok. Ugyanúgy, mint ahogy a csillagképekben is ez meg van írva. És én nem írok, hanem mondok valamit. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!